van benne egy kiló rizs, 2 kiló liszt, egy csomag tészta, egy étolaj, 1 kiló cukor. Többek között ezeket tartalmazta az az élelmiszer csomag, amivel a rászorulókat támogatta az Országos Roma Civil Tanács Egerbaktán. Elmondták fontos számukra, hogy ezekben a nehéz időkben is segítsenek azokon, akiknek szüksége van rá. Emellett főbb feladatuk között szerepel a romák kulturális örökségének hiteles bemutatása és ápolása, a társadalmi integráció előmozdítása, hagyományaik, szokásai, kulturális értékeik megtartása a békés együttélés jegyében. Azért jöttünk le, hogy egerbaktai rászoruló nem magyar, cigány és nem cigány rászoruló szegényeken segítsünk. Szabó Gáspár aktivistánkon keresztül szeretnénk igazán rászoruló embereknek egy pici tartós élelmiszercsomagot hoztuk. Az Országos Roma Civil Tanács 118 civil szervezet részvételével alakult meg. A fővároson kívül valamennyi megyéből csatlakoztak a kezdeményezéshez, köztük Heves megyéből is. Szabó Gáspár aktivista elmondta, nem volt kérdés számukra, hogy társuljanak az akcióhoz. Családoknak igenis, hogy nagyon nagy szükség volna rá, nem ennyire, hanem sokkal-sokkal többre. Cigány és nem cigány honfitársunknak igenis, hogy szüksége van a segítségre. Egerbaktán most 60 élelmiszercsomaggal tudott segíteni a rászorulókon az Országos Roma Civil Tanács, ami nagy segítséget jelent számukra.